Sziasztok! A mai nap a kampus hárfák, és kifejezetten a kampus hárfák hangolásáról fogunk beszélni, illetve megpróbáljuk elsajátítani, hogy hogy kell helyesen behangolni egy hárfát általában. Ez szükségetek lesz a hangolókulcsotokra, a hárfára, illetve egy alkalmazásra, aminek az a neve, hogy Sound Corset. Nagyon röviden arról, hogy ezek a kapcsok mire szolgálnak. Az, hogy milyen hangnemben tudunk játszani egy hárfán, az függ attól, milyen az alaphangolása a hangszerünknek. A mi hangszereinknek, közt az enyémnek is jelen pillanatban, ez dur az alaphangolása. Ez nem mindegyik hangszere igaz, nekem régen volt egy B hangolású hangszerem, illetve van, hogy C durba vannak behangolva, tehát az összes kapos lent van, valakinél ez a C durt jelenti. Akkor értelemszerűen, de mindjárt elmondom, hogy mitől értelemszerű ez, fölfele keresztes durokba tud többet játszani. Nálunk viszont az összes kampó, amikor lent van, akkor S durban vagyunk. Csodálatos S dur skálát hallhattunk. Ahhoz, hogy az általunk legtöbbet használt hangnembe átmehessünk, ez a C dur, az ott a 3B-t, ami az S durban található, fel kell oldani. Ezt úgy oldjuk meg a hárfán, hogy azokat a húrokat, amik módosítva vannak, le vannak szállítva ezekkel a B-kkel. Ugye a zenejében vannak a természetes hangok, az a C, D, F, G, A, H, C, amelyek alkalmazhatunk egyrészt kereszteket, illetve B-ket. A keresztekkel föl emeljük őket egy fél hanggal, a B-kkel leszállítjuk. A S-durban pedig, mint említettem, van 3B, tehát 3 hangunk van leszállítva. A kis ábrán láthatjátok, hogy ez a C-durhoz képest a harmadik hangsorunk a kvint körön belül, a 3 előjegyzés pedig a B, ami a H hangot módosítja, az S, ami az E hangot módosítja, és az AS, ami az A hangot módosítja. Hogy ezeket hogy szedjük ki? Úgyhogy a hárfán minden húr, és ha szükséges, akkor a melléket ábra alapján szépen fogjuk, és a C-től felszámolunk az E-ig, ami a C-től a harmadik húrunk. És talán még emlékszünk rá, régen próbálgattuk gyerekkorunkban a befőttes gumit. Minél hosszabbra húztuk, tehát minél feszesebb volt valami, annál magasabb lett a hangja. Jó? És mi történik akkor, hogyha én ezt a kapcsot föltolom? Ha megfigyelitek fizikailag, ránéztek, akkor annyi történik, hogy ez a kis kallantyú ráfog a húrra, és technikailag megrövidíti azt. Ezért az E-ből, az S-ből E lesz. Jó? Tehát ugyanúgy, mint a befőttes guminál, minél lazább volt a befőttes gumi, annál mélyebben szólt, úgymond? Vagy minél lazább a felfújt lufinak a nyaka, annál mélyebben berreg, és minél jobban szétfeszítettük annál a gyerekkoromban, annál magasabb hangon visított. Anyáink ezt nagyon szerették. Nyilván édesanyám nagyon imádta. Jó, megkerestük az E-hangot, föltoltuk, az E-húrt, bocsánat, föltoltuk rajta a kapcsot, az S-ből lett E, tovább sétálunk, a második színes húrunk a hárfán, ez az F-húrok, minden F-húrunk sötét-kék, sötét-kékes árnyalatú, az F után a G, és utána jön egy AS, ez az A-húrunk, ami most módosítva van, annyit csinálunk rajta, hogy ránézünk, fizikailag akár követhetjük is, föltoljuk, és az S-ből lesz A, következő húr az a H-húr, és hogyha jelenlegi B-ből hát akarunk csinálni, akkor föltöljük azt is. És így megvan. Jó, ebben az oktávban mi mindig C-mollban vagyunk, ebben az oktávban pedig C-durban vagyunk. Jó, tehát ennyit talán értsetek meg, hogy a mi hárfánkon, hogyha nincsen előjegyzés a darabban, nincs a keresse B, akkor ennek a három kampónak kell fölfele nézni minden oktávban. Jó? Minden oktávban az E-nek, az A-nak és a H-nak. Jó? Tehát, hogyha akarnám, akkor most az összeseket fölnyugodhatnám, de nem ebben a hangnembe fogunk hangolni, hanem az alap. Jó? Tehát így néz ki egy C-dur hárfa. De az alaphangolásban hangolunk, mégpedig azért, mert ugye a legtermészetesebb a hárfahúr zengése, rezgése, hogyha nem ér hozzá semmi. Tehát a legtermészetesebb állapot a hárfahúroknak, ez a fölhúzott állapot, amikor a bemeneteli nyílástól a hangoló szögig
nem ér hozzá semmi, nincsen módosítva. Ez a mi esetünkben akkor az S-tour. Jó, és most veszük elő a kis alkalmazásunkat, amit az előbb mutattam. Jó, és akkor azt mondom, hogy direkt leengedem az E-húromat, ami most S, jó? És ez most lett belőle desz. Mit tudunk tenni ez ügyben? Mutatom. Megkeressük az E hangunkat, fizikailag felvezetjük oda a kezünket, jó? Rátesszük a hüvelykujjunkat, és átnyúlunk a túloldalra. Jó? Lássuk. Ú, pont azt a szöget fogtam meg, szuper. Odébb lökjük a kezünket, az ujjunkat rátesszük, bebiztosítottuk magunkat. És a következő, azt szeretném kérni, hogy semmiképpen ne csak a hangolókulcsra fogjunk rá, mert akkor nagyon erőteljesen tudjuk forgatni, arra nincsen szükség, jelen esetben lesz, mert szándékosan lentebb eresztettem a húrt, de amúgy pedig annyit csinálunk, hogy megfogjuk a hangolókulcsot, fogjuk ezt az élét a tenyerünknek, és letámaszkodunk a hangolószögeken. Jó? Letámaszkodtunk, hüvelykujjunk innen támasztja, mutatójunk innen támasztja. Gyakorlatilag ezekre van nagy szükség, ezek egy kis erőt fejtenek ki. Megint visszanézzük, hogy melyik az a húr, amit szeretnénk hangolni, megpengetjük. Visszanézzük az alkalmazásomat. Hú, hát ez már mindig desz. Mit tudunk tenni? Ahhoz, hogy megfeszítsük, az orrmutató járásával megegyező irányba kell forgassuk. Gyorsan képzeljük el, hogy az orrmutató járása az merre menne ebben a szögben. Az gyakorlatilag annyit jelent majd, hogy a hüvelykujjunkat toljuk el magunktól, jó? És ezzel az alsó rész, az alsó három ujjunkkal pedig kvázi húzzuk magunk felé, de tényleg egy leheletnyi mozgásról van szó, jó? Megengedtem, desz, húha, húha, dé. Szerünk, akkor fogunk egy C húrt, megpengetjük, ha hangolni kéne, fogjuk a hüvelykujjunkat, rátesszük arra, a szögnek arra a végére, ahol látjuk, hogy fölmegy rá a húr, fogjuk a mutatójunkat, átnyúlunk a túloldalra, látjuk fizikailag, hogy jó helyen vagyunk, fogjuk ezt a hangolókulcsot, odébb lökjük az ujjunkat, rátesszük, halleluja, megpengetem, akkor nem kell vele semmit se csinálni, fantasztikus. Az egyszerűség kedvéért, C-től kezdjük el fölfelé hangolni a hangszert, majd visszatérünk a C-re, és elindulunk lefele. Így nagyon tévedni nem lehet. Jó? Tehát a C-ről fogjuk a hangoló kulcsunkat, és látjuk, hogy áttesszük a következő húrra, a C után következő húrra, D, megpengedjük, nézzük, megint csak nincs vele baj, jó? Nézzük, áttesszük, ide lenézzük, megpengedjük, most már ezzel sincs baj. Jó? És így hallom, szépen fölfele rátesszük, hogy a jó húron vagyunk. Következő húrt megnézzük, hogy a jó húrt pengetünk-e, nehogy az egy rossz húrt pengetünk, és elkezdjük eregetni a jó szöget. Tehát két lépcsőben nézzük meg, jó? Amikor húzni akarunk a húron, amikor az orrmutatójával megegyező irányba húzunk. Ha lazítani, akkor pedig lazítunk. Jó? De ez óriási mozdulat, ezzel kb. Kettő hangot le is. Kettő hangot föl, kettő hangot le. Ennyit nem szabad soha, jó? Tehát ezek viszonylag jól vannak hangolva, ezek a hangszerek. Tehát mire figyeljünk az elején? Hogy minden kapocs lent van, így vagyunk S-durban, jó? A hangok a C-től, amiknek meg kell szólalni a hangoló berendezésen, azok mind ilyen B-s hangok lesznek, jó? Egy C, és aztán jön az E, ami módosítva van, S-C, jó? Az F, ami nincs módosítva, a G sincs módosítva. H hang az is B hang, de mellette van a kis módosító jel B is. Jó, ez egy icipicit magas, de leeresztünk, jó. Ti úgy csináljátok, hogy megkeresitek. Na, majd egy picit így. Jó, körülbelül helyére került. És aztán kezdődik előre az egész a hangok. Az C, D, S, F, G, As, B, C. És onnan kezdődik előre. De küldök nektek egy pintkört, küldök nektek egy hangsort, és egy ábrát is, amivel talán, hogyha utána olvastok, akkor megérthető
megjegyezhető könnyebben, hogy mit, merre hangolunk, jó? És mindig a középső C-től kezdünk fölfele, és utána ugyanettől a C-től lefele. Két lépésben. Először megkeresitek azt a húrt, amit pengetni akartok. Ráteszitek az ujjatokat, fölvezetitek fizikálisan a végéhez, ahol rátekerítik a hangolószögre. Hüvelykujjat rá, mutatóujjat át, odébb lököd, ráteszed, visszajössz, megnézed, hogy azt a húrt pengeted-e, amit szerettél volna. Nehogy rossz húrt pengessél, mert akkor azt hiszed, hogy hamis, és elkezded erezgetni, és abból lesz az, hogy egy-két hangokat simán húzogattok, és aztán senki nem tudja, hogy mi történt. Jó? Megnézed, megpengeted, megmutatja a gépezet, hogy jó, ha nem jó, akkor tényleg leheletnyeket úgy, hogy közben le vagy támaszkodva, ellen tartasz neki. Ha fel akarod húzni, akkor magadtól elfele, az az óramutató jelenése van megegyező irányban, hogyha ezt lefordítanám egy órára, akkor errefele, ugye? Tehát ezt átforgatom, az errefele fordítani, hogyha pedig lazítani akarsz rajta, és lefordítom egy órára, akkor az pedig errefele fordítani, tehát ellentétesen az óra irányával. Köszönöm, remélem, hogy érthető volt, ha nagyon nem, és ha túl sokat beszéltem, akkor majd még kérdeztek. Sziasztok!